Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról részvevőket is. Én Cank Ferenc vagyok. Mi vagyunk a PPH 1-8-as szintű vezető házaspárja. Mellettem párom, akivel egyre boldogabb családi életben élünk. A PPH előtti foglalkozásom gépészmérnöknek tanultam, viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Lévényben élünk párommal és két gyönyörű lányunkkal, 14 és 16 évesek, és ők is itt tanulnak. És immáron elmondhatom a mai nappal, hogy nagy boldogsággal tölt el, hogy nem csak Ferenc a párom édesanyja, hanem az én édesanyám is csatlakozott hozzánk, és ő is első alkalommal itt van közöttünk. Ennek nagyon örülök. Édesapáink meg föntről. És a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni a szellemiséget és az anyagot. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket, neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Itt nagyon jó, ez biztos. Ki az, aki nem elégedett? Oké. Egyébként az elégedettség az egy jó nagy akadálya annak, hogy az ember jobban élje az életét. Tehát annál is jobban élje az ember az életét. Na nézzük meg először is, hogy mit csinálunk. Hát ugye azt tapasztaljuk, hogy van egy általános elbutulás a világunkban. És ugye, hát bizonyára tapasztaltad azt, hogy mondjuk szeretnél egy szakterületeden jól működni, ahhoz tudásra és tapasztalatra van szükséged. Na most, akármilyen fura lesz, amit most mondok, az életed is egy szakterület. Csak valahogy ezt kihagyták a szakmai oktatásodból. Nem? Valahogy a szüleidnek is kihagyták. Nagyszüleidnek is kihagyták. Ez valahogy kimaradt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mióta maradt ki itt a történelem során? Hát nagyon régóta.
Ha valaki utána akar járni, akkor pontosan meg tudja nézni a dátumot, amikor az egyiptomi könyvtárat felgyújtották. Az alexandriai könyvtárat felgyújtották. Jó? Onnantól nem tanítják az élet és az ember működését az embereknek kiskorban. Kiskortól. Mert hogyha az élet és az ember működését tanítanának az embereknek kiskortól, akkor tudnának boldogulni könyvben. És hát ez a boldogulás, ez sajnos a mindenkori hatalomnak nem volt célja. Tehát akkor lehetett volna az emberekkel elhitetni olyan dolgokat, amit itt a történelem során megpróbáltak, és meg is tették, és sikerrel meg is tették, hogy elhitessenek bizonyos olyan dolgokat, ami nem is úgy van. És ez a történelem során számtalan esetben előfordult, hogy olyan dolgokat elhitettek az emberekkel, a tömegekkel, ami nem is úgy van, illetve nem is úgy volt. Mert ugye mindig azt akarják elhitetni, ami volt, kevésbé, ami lesz, de hát azt is próbálják az emberekkel elhitetni, hogy mi lesz. Most mondok egy példát, jó? Épp a minap hallgattam egy rádió műsorban egy riportot egy úgynevezett szakemberrel, aki elmondta, hogy milyen rossz az a bolygónak most, hogy a műanyagokból mennyi mikroelem szabadul föl, és az visszahullik a földre, és belélegzik az emberek, az állatok, hogy az milyen mérgező, stb. Stb. Erre csak annyit szeretnék mondani. Jó, úgy válaszként. De én nem értem, hogy azok, akik hárman voltak riporterek az egyik rádióműsorban, és ez most nem a reklám helye, hát ott nem kapcsoltak azonnal. Hát most gondoljátok végig, ezeket a lebomló műanyagokat csinálják, és csodálkoznak, hogy mikroelemek szabadulnak föl. Addig, míg a műanyag nem volt lebomló, addig nem szabadultak föl mikroelemek, drága csillagok, akik gyártotok, meg akik szabályozzátok a dolgokat. Ennyi eszetek nincsen, hogy addig, míg nem volt lebomló műanyag, addig a mikroelemek nem szabadultak föl, és azóta szabadulnak föl a mikroelemek a műanyagokból, mióta lebomlik a műanyag. És akkor itt mérgezitek a lebomló műanyaggal az emberiséget. Hát figyeld, a nem lebomló műanyagot csak meg kell olvasztani, és újból felhasználható. Valakik ezt nem tudják. Hát egyszerűen csak be kellene gyűjteni a nem lebomló műanyagot, és simán felhasználható újból, mert a fránya műanyag az olyan, hogy hőre olvad. Nem tudják ezt? Hát én a szakember rögtön ezeket kérdeztem. Hogy akkor mi a frászt gyártják ezt a baromságot, amit úgy hívnak, hogy lebomló műanyag, és környezetvédelmi szempontból gyártják az állatok. Érted? Sokkal jobban szennyezi az embereket. Magyar az ember nem a környezet része. A környezetet nem szabad szennyezni, az embert azt lehet. Kurva jó. Gondoljátok végig, mekkora elhűítés folyik itt a bolygón? Mekkora elbutítás? Minél butább egy ember, annál több bajt, gondot okoz.
Nem tudja, hogy hogyan működik az élet, nem tudja, hogy hogyan működik az ember, annál több bajt okoz. Gondold át, milyen lesz a jövő. A gyerekeink, hogy ez a sok hülye ostoba ilyen dolgokat gyárt és hoz törvényeket. Érted? Nem tudok mit mondani rájuk. Hát gondolkodjanak el. Hát egy nem lebomló anyag, abból nem száll ki mikro elem, érted? Mert az nem bomlik le. Nem válik porrá. Ha veszel egy mostani műanyagot, érted? És porrá bomlik pár év múlva. És az a por persze, hogy elszáll. Anno, annak idején, még a 80-as években eres csatornát vettünk műanyagból. Mikor? A 80-as évek közepén. Mai napig tökéletes, érted? Mert nem lebomlom műanyag. Abban nem repülnek ki mikroelemek, mert a lebomlóból jön mikroelem. Világos, az acélból sem, mivel nem lebomló, nem le mikroelem, legfeljebb rozsdásodik. Érted? De ami nem bomlik le, abból nem távozik mikroelem. Ezt hallották. Milliók tőműsorít. Hallották milliók, és hú, tényleg, mekkora baj az. És elhiszik, hogy a műanyaggal ilyen probléma van. Nem a műanyaggal van ilyen probléma, hanem a lebomló műanyaggal, te állat. És akkor egy-két ilyen hülye miatt szívjanak milliók, milliárdok, érted? Ugyanis, ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a és annak idején, mikor tanultam erről, még a 90-es évek vége felé, akkor ugye arról is tanultam, hogy az a minimum, hogy egy jó ember, az szót, tehát legalább azt mondja, hogy talán ezt így nem kéne. Érted? A mai jó emberek még ennyit sem csinálnak, hogy azt mondják, hogy talán ezt így nem kéne. Érted? És ez a legnagyobb probléma, hogy a sok jó ember még eddig sem jut el, hogy ezt kifejezze, hogy talán ezt nem kellene. Hanem szépen elfogadják úgy a rosszat, ahogy van. Miért tesszük az, amit csinálunk? Továbbra is nézzük. Mert ha továbbra sem tesznek semmit a jó emberek, vitathatatlan, hogy egy még rossz. Hova fajul ez az egész? Gondold végig. Hova fajul? Mit tudom én? Mondok példát, jó? A propaganda arról szól, hogy mi nem vesszük át az ukrán búzát. Miért? Mert vegyszerezik. Olyan vegyszerekkel vegyszerezik, ami tiltott az EU-ban. Igaz, hogy más országok átveszik, de az egy dolog. EU-s országok. De van egy pár EU-s ország, amelyik azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem a... Hát mi magyarok tudjuk magunknak termelni búzát, nem volt gond, mindig búzát termelő nagyhatalom volt. Sőt, a világon egyik legjobb minőségű búza itt Magyarországon. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, van egy rokonunk, akik búzatermelésből élnek. És most az idén óriási veszteségük volt, tudod miért? Az ukrán búza miatt. Na, hogy lehet az ukrán búza miatt veszteségük, mikor az ukrán búzát nem vesszük meg? Tudod, hogy lehet? Elmondták.
úgy lehet, hogy megveszik EU-s országok, és utána eladják nekünk, és onnantól EU-s termék. Basszátok meg! Úgy, ahogy van az egész, el van cseszve, érted? És bocs, hogy most ilyen csúnyán beszélek, nem szoktam. Nem ez a szavajárásom, nehogy azt higgyétek, hanem direkt csinálom ezt. Oké? Gondoljátok végig. És ezért a magyar búzatermelők tönkre mennek, érted? Mert az EU-ból visszavesszük a olcsón a szar búzájukat, érted? De erről egy hangot se hallasz a médiában. Egy hangot se. Hogy miért vehetünk meg EU-tól ukrán búzát. Tehát lásd, milyen gyönyörű világunk van, érted? Tehát a hűítés az magas fokon zajlik. Tehát most gondold végig, az emberek nem tesznek semmit, milyen világunk lesz? Milyen világunk? Ha mindent elhisznek, milyen világunk lesz? Tehát ugye, mindegy, menjünk, majd akkor mondom. Ha te jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy egy jobb világ. Vagy nem? Az életedben bármilyen dolog, amit végeztél, csináltál. Tehát tevékenységet, párkapcsolatot, akármit. Ha nem értettél hozzá, jól tudtad csinálni? Nem tudtad jól csinálni. Akkor miért gondolja az ember, hogy az életét az tudás nélkül tudja csinálni. Miért gondolja azt, hogy ha nem teszünk azért, hogy legyen egy jobb jövő, akkor majd magától jobb lesz. Csak azért, mit tudom én most, fejlődik, ezért a világunk jobb. Hát elég sokat fejlődött, mióta én élek a technika, és a világunk rosszabb lett. Nem jobb, rosszabb. Tehát ha visszamegyünk csak tudom, 40 évet, mondjuk mikor általános iskolába jártam. 40 akárhány évet. Tehát visszamegyünk. Több volt az erdő a földön. Több volt a víz a földön, mármint édesvíz. Nem a sós víz, az édesvíz. Érted? Kevesebb volt a sivatag. Alacsonyabb volt az elhalálozás, érted? Tehát mi lett jobb? Mi lett jobb? Alacsonyabb most a születési ráta, mint valaha, érted? Mi lett jobb? Mi lett jobb? Megnézzük a például a magyar egészségügyet a 70-es években, érted? Hát sokkal jobb szinten volt ahhoz a korszakhoz viszonyítva, sokkal, ha világviszonylatban élenjáró volt a magyar egészségügy, most a béka hátsó felén vagyunk. Oké. Megnézzük ugyanúgy a magyar oktatást 70-es években. Világszínvonalú volt a magyar oktatás. Hol vagyunk? Ha 70-es években el lehet mondani, hogy egy csomó dologban élenjárók voltunk. Például a búzatermelésben. Mit tudom, milyen harmadik országa voltunk. Satöbbi, satöbbi. Érted? Hol járunk ezekhez? Tehát figyeld, hogyha az élelmiszerben nem vagyunk jók, akkor onnan lesz élelmiszer.
Most mondok példát. Nem tudom, mennyire tudjátok, azt erről sajnos csak én szoktam beszélni, hogy az élelmiszer az olyan, hogy minél közelebbről kell fogyasztani. Tehát például a tej és tejterméket, ha nem közelből fogyasztod, akkor nem olyan hatással bír a szervezetedre. Az a legközelebbi, a tej és tejtermék. Utána jönnek a húsok, hogy minél közelebbről, tehát távolság a húsok, utána pedig jönnek a gabonák. Hol vannak a zöldséggyümölcsök? Ott, ahol a gabona körülbelül azon a szinten. Tehát ez azt jelenti, hogy gabonát és zöldséggyümölcsöt max. 150-200 kilométerről kellene enni. A húst azt olyan 50-100 kilométer, a tejtermék az meg olyan 30-50 kilométeren belül kellene fogyasztani tejtermékeket. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy az egészségük nem olyan, meg az emésztésük sem olyan, mint ami kellene. És ehhez képest egyre visszább vesszük az élelmiszertermelést, nem egyre több élelmiszer behozatalunk van, egyre távolabb. Ról. Hát úgy működik, hogyha valamiről leszoktatod, valaminek az emésztéséről leszoktatod, akkor utána visszaszoktatni jó hosszú idő kell, és kis lépések kellenek hozzá, hogy ne jöjjön rád a fosás. Oké? Okay. Szóval, ha fokozni akarnánk, akkor azt mondhatnánk, hogy cifrafosást. Szóval, ebben, amiről most az imént beszéltem, az élelmiszer fogyasztás kérdésében. Ez régen tök jól működött. Környezetünkből lettünk, most ez nem így van. Mit jelent a jobb világ, ahol az emberek szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élnek? Ez jelenti a jobb világ. Hol vagyunk ettől? Tehát a világunk az 2000 nagy mértékben romlik. Hirtelen, tehát drasztikusan kezdett el romlani. Tehát most ráfogják az időjárásra a dolgokat, de hát nem az időjárásra kellene ráfogni a dolgokat, hanem arra például, hogy a fák mondjuk a 70-es évekhez képest, mondjuk ha néznék a bolygón, mennyi fát írtottak ki. Mondjuk hány százalékát írtották ki a fáknak? Ugye a fák azok, amik az oxigént adják, a fák azok, amik felhasználják a széndioxidot, a fák azok, amik hűsítik a bolygót, a fák azok, amik leszedik a párát a levegőből eső formájában. Érted? És nyilvánvaló, ahol több az eső, ott kevesebb a felmelegedés. Logikus, nem? Miért? Mert a felhők nem engedik a felmelegedést. Persze, hogy ott, ahol kevesebb a fa, ott lényegesen több, azon a területen lényegesen magasabb a felmelegedés. Ez is tök logikus. És akkor itt megetetnek mindenféle hülyeséggel minket, közben a bolygón, nem tudom, a fák mennyisége valami nagyon drasztikusan csökken. Hát most gondoljátok, a világ egyik legnagyobb tava volt, nem is tudom, valami harmadik, negyedik, az Aral-tó Oroszországban. Most sehol nincs már.
gyakorlatilag az azt jelenti, hogy kis tavacska lett belőle. És tudod miért? Mert a szírdarja és az amudarja nem éri el az araltót. Miért nem éri el? Hát azért két okból. Mert lepusztították a hegyekből a fákat, és ezáltal ott kevesebb az eső. Második, ellocsolják, elöntözik a folyónak a vizét. És amikor én tanultam a történelemben, a szírdarja meg az amudarja a világ egyik legnagyobb folyama volt. És földrajzból, ugye nem történelemből, földrajzból tanultuk annak idején. Jó, szóval csak azért, mert ugye szerettem a matekon, fizikán, kémián kívül a földrajzot, a biológiát és a történelmet is. Tehát ezáltal mondhatjuk azt, hogy 6 kedvenc tantárgyam volt. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Tehát ugye tény az, hogy egy területen, egy szakterületen egy ember bénán működik, az azt jelenti, mert nincs tudása, nincs tapasztalata, ez azt jelenti, hogy bajt hátán hoz létre. Viszont, ha az ember okos egy szakterületen, eszes, inkább úgy mondanám, tehát van tudása is, tapasztalata is, akkor nem hoz létre bajt azon a szakterületen. Miért nem lehet az életünket úgy tekinteni, mint egy szakterületre? Miért nem lehet? A saját működésünkre miért tekinteni, mint egy szakterületre? Tehát nem csak a saját életünkről szól a történet, a saját működésünkről is szól a történet, és az élet működéséről is szól a történet. Onnantól szól a történet az élet működéséről, hogy hogy került tél ide, mint egyén. Ebbe az életedbe hogy kerültél? Majd, ha ez a kérdés felvetődik benned, netántán, akkor jöhet egy következő kérdés, hogy került ide az emberiség erre a bolygóra? Mert az a kérdés felvetődik, hogy te hogy kerültél ide, felvetődik az is, hogy hogy én hogy kerültem ide. Hogy került ide a többi ember? Magyarul az emberiség. Utána felvetődik az a kérdés, hogy került ide a Föld? Majd utána az is, hogy került ide a naprendszer. Utána az is akár, hogy került ide ez a galaxis. És akkor jöhet a többi, hogy jött létre az anyag, hogy jött létre előtte az élet. Nem kellene ezeket tudni? És itt nem a Földről beszélek, a Föld az egy kis szürke pontocska a világegyetemben. Itt arról beszélek, hogy világegyetem. És ez nem bonyolult dolgok, ez nem kell 6 évet tanulni. Mondjuk egy másfél órás képzésben megérthető. Érted? Teljesen az egész. De hát ide el kellene jutni. És akkor gondold végig, hogy régen a történelemben, alexandriai könyvtár előtt, ti időkben, az emberek ezeket a dolgokat tudták. És akkor engem meg ide küldtek, hogy fedjem föl azt a tudást, amit ott elveszett. Oké. Hogy tudják az emberek, hogy hogyan működünk, és hogyan működik az élet, hogyan működik az a kapcsolat, ami közted és egy felsőbb rendű lény között van. Például az a kapcsolat, hogy működik. Különben, ha nem lenne ilyen kapcsolatod,
meg se fogantál volna. Világos ez? Tehát ettől a kapcsolattól fogantál meg ebbe az életedbe. Akármilyen hihetetlen a következő, nyilván függ egy gyerek születése attól, hogy anyu meg apu összedugja, amilyen volt. Tudod? Mert anélkül max szeplőtelen fogantatása lehetne gyerek szülés vagy születés. Érted? Amire van történelmi példa. Mondjatok kettő ilyet. Jézus, Ámos. Ámos vezérünk, tudjátok. Mind a kettő szeplőtelen fogantatással született. Azt tudod mi? Hogy egy felsőbb rendű lény beletette a magját. Képzeld el, egy felsőbb rendű lény tud ilyet csinálni. Azt a... Akkor egy kicsit okosabb, ügyesebb, mint te vagy. Pedig férfiként te azt gondoltad, hogy te vagy valami fantasztikus. Főleg, ha már sok nőnél próbálkoztál, hogy a magodat továbbad, tudod? De anélkül, hogy engedte volna, nem sikerült. Most képzeld el, ők meg azt meg tudták csinálni, hogy anélkül, hogy a hölgy engedte volna, megtermékenyítették úgy, hogy gyakorlatilag álmában álmodott róla. Hát menjen Jézus anyjához, Szűz Máriához, ezt kérdezd meg tőle. Hogy mit álmodott, jó? Vagy Ámos anyjához, Emeséhez, kérdezd meg tőle. Jó, tehát, gondoljátok végig, hogy van egy ilyen kapcsolat. És az emberek nem tudják, nem ismerik ezt a kapcsolatot. Sőt, hát vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy mert kapnak valamilyen információkat, hogy ők felsőbb kapcsolattal vannak kapcsolatban. Felsőbb kapcsolattal, csak nem biztos, hogy etikus felső kapcsolat. Na most viszont minden embernek a teremtője, magyarul az, aki től függött, hogy te leszüles, az egy etikus entitás. Érted? Mondom még egy etikus entitás. Nem kellene mástól információt elfogadni, csak elsősorban természetesen tőle. Vagy annak a felső vonalától. Jó, mondom azoknak, mert nálunk ez egy olyan szó, ami mondjuk most magyarázatra szorulna, mi a felső vonal. A felső vonal az azt jelenti, hogy van egy vezetőd itt a rendszerünkben, és a vezetődnek is van vezetője. Jó, a vezetőd vezetője, meg a vezetőd is, az a felső vonal, jó? Meg a vezetőd vezetőjének a vezetője is felső vonal. Ezt jelenti. Jó? Tehát ugye ott is a felső vonaltól lehetett volna elfogadni információkat. Hát most gondold végig, ha az ember ezt a kapcsolatát felderítené, az entitás, tehát a pozitív etikus entitással, akinek köszönheti gyakorlatilag a leszületését. Hát most gondold végig, most kimondtam ezt a mondatot, és az jutott eszembe, hogy mi van azokkal az emberek, akik nem nagyon szeretik az életüket.
mert tele vannak problémával, és akkor azt mondja, hogy jobb lett volna, nem meg se születni, tudod. De miért? Mert az édesanyja is valahogy ezt mondta akkor, vagy az édesapja is ezt mondta akkor, mikor ő kicsi volt, vagy még éppen a édesanyja hasába volt, hogy jobb lett volna, ez meg se születik. Vagy meg se születne. Érted? Na most ezért ő is így gondolja, hogy jobb lett volna meg se születni. Na most ezáltal ugye ez most rosszul esik neki, hogy na a fene essen abba akármibe, aki intézte nekem, hogy megszületni. Hát én azért a helyedben nem gondolkodnék így. Mert ugyanis te önszántadból jöttél le. Sőt, amikor megfogantál azelőtt, mielőtt még törölték volna az előző életi tudásodat, akkor bevállaltad az ilyen szülőt, akiről előre tudtad, hogy azt fogja mondani, hogy na ennek meg se kéne születni, vagy ha megszületni, na ennek meg se kellett volna születni. Érted? Ezt bevállaltad. Ugyanis csak egy kis tanítás, jó? Hogy ne hagyj azt itt, hogy csak ilyen csúnya szavakat tudok mondani. Jó? Tehát, előző élet megtörtént, majd ránéztél az előző életedre, és a létközi állapotba bekerült, tehát nagyon röviden fogom elmondani, bekerültél a létközi állapotba, ott tök jól el voltál, majd sikerült megbeszélgetni veled, mint lélek, hogy talán újra kellene már születni. És akkor nézzük meg, hogy milyen családok vannak. Meg volt vizsgálva az életed. Annak alapján meg volt határozva, vagy meg van határozva mindenkinek a létközi állapotba, hogy milyen családba kellene beszületni. Az előző élet alapján, nem abba, amiben beszülettél. És ugye most tök jó a helyzet, mert van a Földön több milliárd család. Képzeld el, mikor csak pár millió család volt. Kicsit nehezebb volt kiválasztani egy családot, ahová beszülessen az ember az előző életének következményeként. És könnyű kiválasztani, ezért sokkal gyorsabb a leszületés, most átlag 4 év, múlt század második felében 13 év volt átlag. Most már 4 évente átlagban újra születnek az emberek. Na most nézzük tovább. Szépen kiválasztottátok azt a családot, amit vállaltad, hogy megélsz. Hogy tudtál ilyen hülyeséget vállalni, hogy ilyen családba szüles? Akik esetleg így gondolkodnak. Hát nagyon egyszerűen. Most emberként neked, meg az előző életedben is emberként volt egy jó nagy egód. Az ego nem engedi, hogy te reálisan nézd a dolgokat. A egód elvisz mindig az érzelemek irányába. Nem engedi, hogy reális legyél, tudatos legyél. Viszont abban a pillanatban, mint meghaltál, az egód elszállt, kész, füstbe ment, az ott maradt a testeddel. A lélek megszabadult az egójától, és a létközi állapotban reálisan tudtad látni az előző életedet. Oké? Mondom, reálisan tudtad látni. Ezért reálisan tudtad megítélni, hogy mit rontottál el az előző életedben, és reálisan ki tudtad választani azt a családot, ahol megéled azokat a helyzeteket, ami létrehozza a tulajdonságaidat, létrehozta a tulajdonságaidat felnőtt korra, hogy felnőtt korban elkövesd azokat a hibákat,
amit el kell követned. Amit bevállaltál, hogy meg fogsz élni. Miért kell megélni a hibákat? Hogy kijavítsd. Világos ez? Nem más javítsa ki helyetted. Neked kell megtanulnod kijavítani. És ha bevállalt hibázásaid, előző életi hibázásaidat, amit bevállalod ebbe az életedbe, nem javítod ki, akkor az gond. Mert addig kapod ezeket a problémákat, hasonszörű problémákat, míg nem tanulod meg, vagy nem mondják azt, hogy jó, ez úgyse tanulja meg. Jó, akkor nézzük meg, mikor vonjuk ki az élők sorából. Oké? És ez szépen lebeszélik a lelkeddel, akármilyen hihetetlen. És a lelked létrehoz egy olyan helyzetet, amire te puty, fődobod a talpad. Oké? És hála Istennek, az egódtól megszabadulhat a lelked. Világos ez? Mert két dolog van. Ebben a földi létben vagy az egódat építed, vagy a lelkedet. Világos ez? Nincs olyan, hogy egyiket se. Nem hiszed, nézz körül az emberek között. Oké? És rajtad van a világ szeme, hogy te milyen döntést hozol. Egót építesz? Vagy a lelkedet építed? Mondom, vagy ez, vagy az. Nincs harmadik út, vagy nincs egyik út se. Vagy ez, vagy az. És mivel szabad akarat van, minden egyén maga dönti el. Na most akkor megkérdezném, oké. Ahhoz nem kell semmilyen iskolába járni, hogy az egóját építse az ember. Ez nem kérdés, ez ugye világos, nem? Az a kérdés, hogy hol fogják neked rajtunk kívül a bolygón a lelkedet építeni? Ez a kérdés. Tudod, mi a válasz? Megmondom helyetted, ne gondolkodj. Sehol. Sehol. Tehát senki nem tud komplett, komplex, lélekfejlesztő, lélekemelő, léleképítő tudást nyújtani. Csak itt van. Oké? Okay? És hála Istennek, már nem csak nekem kell ezt tartanom, hanem az itt előlülők, az asztalnál előlülők is meg tudják csinálni. Oké? Okay. Szóval, egy választásod. És akkor lehetne mondani a jelöltednek, tehát hogyha most te jelöltünk vagy, tehát nem vagy itt tanuló, csak nézegeted az előadásokat, vagy éppen most belecsöppentél ebbe az előadásba. És a végén azt mondod, hogy na, nem leszek itt tanuló, akkor én megmondom neked, hogy vondd vissza a döntésedet, mert baromi rosszul jársz. És nem én fogok neked rosszat okozni, mert én senkinek nem akarok rosszat, hanem az Istenet fog rosszat okozni. Az a felsőbbrendű lény, amely azt is patronálta, hogy te leszüles, és melyik családba szüles. Az fogja neked elintézni az életedet. És nem jó értelemben. Ha nem hiszed,
úgyis meg fogod élni. Oké? Okay? És akkor azt fogod mondani, hogy ja Istenem, bár csak akkor csatlakoztam volna, amikor először láttam a Szedlacsiktól előadást. Tudod, mit mondanak emberek? Főleg ugye idősebbek. Hogy miért nem akkor tanulták ezeket, amikor még gyerekek voltak. És akkor ugye az a válasz, mert nem volt akkor még Szedlacsik Miklós. Oké? Ez van. Tehát én azért jöttem le erre a bolygóra, hogy átadjam azt a tudást, képességeket, ami ahhoz kell, hogy képesek legyünk, így mindnyájan ámblok, szeretetben, békében és boldogságban együtt működni. Ez a bolygó 2035-től, ez olyan, mint mikor egy iskola nem tölti be a feladatát, egy hagyományos iskola. Oké? Okay? A bolygó az egy hagyományos iskola. Ha nem tölti be a feladatát egy hagyományos iskola, akkor fogják, és vagy lebontják, vagy teljesen más lesz benne. De ahhoz, hogy teljesen más legyen benne, ki kell paterolni az ott lévőket. Mondok példát, én jártam egy általános iskolába. Ez pont 1 kilométerre volt az akkori otthonomtól. Sose gondoltam volna akkor gyerekkoromban, hogy közvetlen az iskola szomszédságába fogok költözni. Az azt jelenti, hogy a mi falunk és az az iskola fal, ahova iskolába jártam, általános iskolába, az közös. Sose gondoltam volna ezt gyerekkorban, hogy az iskola szomszédja leszek. Így költöztünk oda 84-ben. Majd valahogy úgy alakult, hogy az iskolában nem volt elég tanuló, nem töltötte be azt a szerepet, amit be kellett töltenie, és fogták, és megszüntették az iskolát. Megvette az épületet egy cég, és most bérbe, tehát felújította, és bérbe adja, irodaként működnek a régen osztálytermek. Oké? Okay. A tornaterem meg egy nagy raktár. Tehát, hova lett a tanárok? Kipaterolták őket. Világos ez? Hova lesz az emberiség, ha itt nem lesz, nem töltjük be a szerepüket? Kipaterolnak minket? Hova mentek a tanárok dolgozni? Másik iskolába. Oké? Okay. Vagy más területre. Ha kipaterolják az emberiséget, hova fogják kipaterolni? A világ szélére. Nem vicc, komolyan. Tehát a mi fenti vezetőink által működtetett világ szélére. Világos ez? Ahol lehet kőkorszaki körülmények között újraindítani szépen a dolgaidat. Na, lényeg az, hogy ez a bolygó arra van hivatva, hogy más feladatot lásson el. Olyan, mint az iskola. Nem általános iskolai szerepet lát el, hanem mondjuk középiskolai szerepet lát el. Érted? Ugyanígy a bolygó 2035-től egy magasabb oktatási szerepet tölt be. És azok, akik nem teljesítik a 8 általánost, érted? Azok nem mehetnek középiskolába. Ugyanaz, akik nem teljesítik a bolygón azt, hogy szellemi fejlődés, az nem mehetnek az aranykorba. Az aranykor, az nem egy magasabb létforma, az emberiség
egy következő lépése, ahol tovább tud fejlődni. Most olyan az emberiség, szó szerint, mintha egy általános iskolában folyamatosan megbuknánk. Érted? És már mit tudom én, hány éves vagy, és még mindig a negyedik osztályt járod. Érted? Van, aki első osztályt járja, van, aki a negyediket, van, aki a nyolcadikat, nem tudnak kikerülni. Miért? Mert mindig megbuknak. Vagy te nem buktál meg az előző életedben? Dehogy nem, akkor nem lennél itt. Szóval abban nyújtunk segítséget az embereknek, hogy tovább léphessenek, érted? Hogy tovább fejlődhessenek. Hogy bekerülhessenek egy olyan társadalmi formába, ahol szeretet, béke, boldogság van, ahol képesek az emberek a feltétel nélküli együttműködésre. És ezt meg kell csinálni, mert ketyeg az idő. És ugye ebben még van egy rossz hír is, hogyha mondjuk nem tudom hány előadásommal ezelőtti részt megnézel, díjmentest, abban benne van, hogy kik pályáznak erre a bolygóra. Ami ugye az emberiség eltűnik, akkor ők feljönnek, és elfoglalják a Földet. És ez nem valósulhat meg, mert akkor inkább elpusztítják a Földet a teremtőink. Mint ami volt a naprendszerben, a Marduk bolygót már elpusztították. Az van most a Mars, és a... mi van a Mars után? Jupiter, igen, most nem jutott eszembe a neve. Jupiter között van a kisbolygóövezet. Az ábrázolva van az ókorban. Ábrázolva van az ókorban a Marduk bolygó. Hol van? Most nincs. Az ókorban ott volt a Marduk bolygó. Érted? És most nincsen. Van helyette egy kis bolygó övezet. Az micsoda? Szétrobbantották azt a bolygót. Érted? Egy földnagyságú bolygó volt. Tehát az valakiknek akkor útba volt. Ez azt jelenti, hogy pár ezer évvel ezelőtt történt az esemény. Jó, ennek utána tudsz egyébként. Szóval, lényeg az, csak szépen ezt is elhallgatják. Mint általában minden lényeges tudás. Lényeg az, hogy ez nem történhet meg. Ennek a bolygónak az a szerepe, hogy tovább tanítsa az emberiséget. Világos ez? És kellenek azok a tanítók, közületek, akik majd tanítják az emberiséget. Most választódik ki. Oké? Okay? És nem úgy választódik ki, hogy beesik ide valaki, ó, hát én szuper vagyok, úgy tudok tanítani mindenről, majd én tanítom azokat, akik itt vannak. Ezt neked. Jó? Majd ha lesz csapatod, akkor azon elkezded gyakorolni. Oké? Okay? Tehát először mutasd meg, hogy képes vagy arra, hogy egyáltalán embereket vezess. Mert ha esetleg netántán az óriási tudásoddal tisztában lennél azzal, hogy van egy számmisztika, egy ősi tudomány, és abban van 9 számjegy, ami alapján ugye elég jól felismerhető, hogy milyen egy ember, és ott kezdődik, hogy van egy egyes szám, mert a számaink az egyessel kezdődnek, ha nullát nem veszük figyelembe, és onnantól kezdve az egyes azt jelenti, hogy képes az emberek vezetésére. És ha alapvetően egy ember nem képes az emberek vezetésére, akkor az összes többi szám mehet a levesbe. Oké? Okay? Tehát akkor nem számít, hogy te segítőnek érzed magad, vagy szórakoztatónak, vagy éppen realistának, vagy optimistának. Nem számít. Ha nem tudsz embereket vezetni, kitörölheted avval a tudással a hátsódat. Úgy jó mélyen.
Oké? Úgyhogy talán először nem kellene megtanulni az embereket vezetni. No, hát, ha úgy gondolod, hogy itt a helyed, várunk szeretettel. Ha nem, megnézheted az életedet. Jó? Ha szeretnél úgy minél hamarabb kivonódni az élők sorából, nosza rajta, semmi gond. Tedd meg, csináld azt, amit mondanak neked, hogy mi a jó élet, csináld. Oltasd be még magadat 23-szor. Érted? Semmi gond. Csináld azt a sok hülyeséget, mint eddig is csináltál. Jó? De ha úgy gondolod, hogy épp ideje lenne egy megváltoznom, akkor várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsi Miklós mesterkócsnak a képzést. Hát egy ilyen előadás után azért érezhető, hogy jó helyen vagyunk, és a szervezés során én olyan emberek oldalán keresek, akik hasonló mentalitással beszélnek emberekhez, viszont közelében nincsen ilyen határozott hangnem, nem találok, viszont azért keresek olyan emberek oldalán, mert akik azt a hangnemet és azt a tükröt kibírják és belebírnak nézni, azok sokkal nagyobb esélyet tudnak azonosulni mesterünk által átadott információval, tudással és szembesüléssel, mert hát sokszor leginkább mindig ütős tud lenni. Szokták mondani, üt mind a kátszéle. Tehát ezt el kell tudni viselni. És Gergőtől kérném, hogy ezt oldalt ki tudnád tenni? Igen. Igen, köszi. Miért? Azért, mert az jutott eszembe, egyrészt ez nem volt kéne az oldal, amióta mi megismerkedtünk párommal, azóta szinte egy időben keressük a utunkat, keressük a kérdésekre a választ. Voltunk itt, ott, amott, mindenhol, mert ebben minden beletartozik. A természetgyógyász, jóslás, lélekgyógyászat, minden, amit el tudsz képzelni, üzlet is, minden. És ezt a táblát sehol nem láttam, hogy mivel kellene jól foglalkozni, jól helyesen bánni, kezelni. És amíg ezt meg nem láttam mesterünktől, addig azt se tudtam, hogy ilyenek léteznek, és ezzel kellene jól bánni. Magyarul, amikor emberekkel beszélgetek, és ez most visszatekintés a múltba jó pár évre, akkor ők azért, tehát ezt tapasztaltam, hogy azért nem tudnak azonosulni, és azért nem tudnak ezen a hullámhosszon lenni, mert ha nem nyitott, akkor nem tudja, hogy mit nem tud, mert nem tud mihez hasonlítani. Ez olyan, mint aki műszaki ember, az tudja, hogy egy mérés, az egy etalon darabhoz képest összehasonlítás. Most, ha valaki ezekre a fogalmakra és ezekre a életterületekre nem tudja, hogy ezzel kellene bánni és ráadásul hogyan, akkor azt gondolhatja, hogy ő ezzel jól tud bánni. Viszont ha nyitott arra, és ezt azért mondom, mert mi nyitottak voltunk, és meg is fizettük az árát, akkor el tudunk jutni, és te is el tudsz jutni, aki nézed most az előadást, el tudsz oda jutni, hogy mi itt állunk, és ez nem mindig volt így. Tehát aki ismer minket, az tudja, hogy több mint 5 éve tanulunk, és párom ott volt mellettem, de itt a színpadon nem volt. Mi adtuk az akaratot, hogy megcsináljuk, hogy együtt maradunk, hogy fejlődünk együtt, és ezeket a területeket szépen lépegetünk, és rendbe tesszük,
Mesterünk adta hozzá a tudást, a tanítást, bennünk volt mindig szeretet, volt az akarat, hogy együtt is maradunk, mert nem mindig volt ez így. Tehát amikor valaki elkezd a fejlődés útjára lépni, akkor jönnek elő azok az ellentétek, amik nem jönnének elő, hogyha nem néz valaki szembe azzal a tényekkel, amiket ott látsz, hogy igenis egyikkel se tud jól bánni. Na most ezt föl kell tudni ismerni. És amíg ezt nem ismeri föl valaki, hogy ezzel a 10 életterülettel egyikkel se tud bánni jól. Ezt bevallom őszintén. Egyikkel se tudtam. Szóval azért, mert nem akartam, mert nem tanították. És mesterünk ezt megtanítja. Tehát aki nézed a videót és erről nem akarsz lemaradni, egy pici kis késztetést érzel magadon, hogy nyitott vagy rá, és na gyerünk, nézzük meg, mit lehet kihozni ezekből a területekből, ebből a 10-ből, bármelyikkel nincsen rálátásod, akkor gyere és próbáld ki. És hogyha bírod a tükröt, belemelsz nézni, és amit ott látsz, ezt elviseled, és még mindig kíváncsi vagy rá, akkor tényleg itt a helyed, mert mi ezt tettük. Ezt tettük, és ez vezetett oda, hogy többször ugyan szakadék szélén álltunk családilag, viszont ezt is bevállaltuk, mert volt szeretet és volt akarat. Mesterünktől meg olyan tudást és olyan türelmet kaptunk, és nem tudom megszámolni hány megoldást kaptunk tőle, és hány olyan dolgot megtettünk, amit meg kellett tenni, és most ez arra vezetett, hogy itt vagyunk. Úgyhogy ezt nekik köszönhetjük, és a párjának Mariannak is, mert ketten. Tehát mióta megismerkedtünk velük, most lesz 6 éve, 24 januárban lesz 6 éve, azóta ezeket a területeket szépen elkezdtük működtetni. És nem vagyok nagy képű, nem mondom azt, hogy ez mindékkel jól tudok most bánni, viszont legalább elkezdtük azt szépen kipipálni azokat a dolgokat, amiket a fentiek elénk raknak, és az lehet a gyerekekkel kapcsolatos, lehet munkával, tehát mindennel szépen kapjuk azokat a vizsgafeladatokat, amiket, sőt gyorsítva, és na ezt is el kell tudni viselni, hogy gyorsítva kapjuk, viszont ha valaki nem akar 10, 20, 30, 40, 50 évet várni, vagy nem is lesz rá lehetősége, akkor is jön ide, mert gyorsítva megkapjuk azokat a módszereket, tapasztalatokat, amivel ezeket meg tudjuk csinálni, viszont ezt is el kell tudni viselni. A másik felén ennek az útnak ott lesz a gyümölcs. Tehát, hogy szokták mondani, egy alagút végén ott a fény, hát itt a fény. És tényleg itt megláthatjuk a fényt, máshol nem. Azt gondoljuk, hogy az a fény, de az lehet, hogy csak egy, mit tudom én, egy csillámló valamit, egy hazugság, igen. Nem. Itt a valódi fényt meg tudjuk alagút végén tapasztalni. Átadom a szót. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH-hoz csatlakoztunk. Azóta valóban az életem, az életünk egyre jobb és szebb. Tehát valóban, amikor így elkezdtünk, úgymond szembesülni a dolgainkkal, mert itt pont a mesterünk erre tanít meg bennünk, hogy úristen, az elsők azok a nagy boxmeccsek, hogy az emberek tele vannak frusztrációval, hozott dolgokkal, az életükbe sodródnak, jönnek a hatások a hétköznapokba, és gyakorlatilag itt gyönyörűen megtanuljuk ezen a 10 életterületen keresztül, hogy ezek a hullámvölgyek ne nagyon mélyek legyenek. Egyre kisebb mértékben jelenjenek meg az életünkbe, és ezáltal egyre jobban érezzük magunkat, és hogy a család is rendeződik, és ezt mindig azt mondom, hogy tényleg ahhoz hasonlítom, hogy amikor gyémántá válik valaki. Tehát a gyémánt ez egy gyönyörű, rendezett, tiszta szerkezet, és itt gyönyörűen ahogy az ember változik, tisztul, letisztul, jobban érzi magát, hat a környezetére, és igazából egyre jobban rájössz arra, hogy ezt szeretnéd. És azért teszel, dolgozol érte, és látod, hogy egyre jobban érzik magukat a környezetedben az emberek, és ez még jobban motivál arra, hogy igen, ezért kell tenni.
és hogy itt mi megoldottuk az életünkbe, úgymond a hitel problémánkat, hogy mi az, ami könnyebbség, tehát hogy felismertük, hogy milyen programok futottak, és hogy javult a kapcsolatunk. Ugye két különböző habitussal rendelkezünk, és ez gyönyörűen összecsiszolódott, tényleg ez is ahhoz hasonlítható, hogy egyre jobban letisztul az ember, és valóban ezt az ember, tehát ezt tudni kellene, hogy látjuk, hogy kimegyünk a külvilágba, és valahol az ember visszavágyik ide. És akkor elmondja magába, hogy igen, hát én ezt akarom. Szeretném, hogy boldogabb arcokat lássak. Tehát hogy nem akarom én az életemben azt, hogy hát most mindenki szomorú. Hát ez az élet, nem? Tehát, ahogy régen láttuk az életünkben, hogy hát boldogok voltunk, volt egy kisdobos korszak, amit még mi elmondhatunk, akkor is sokkal boldogabbak voltak az emberek. Most meg hajtanak dolgokat, nem figyelnek egymásra, elsiklanak az élet legszebb dolgai előtt. És valóban itt újból tanuljuk a szeretetet. Ezzel arra jöttem rá, hogy nem jól szerettem, nem úgy szerettem, mint ahogy kellett volna. Pontosan ezeknek a programoknak köszönhetően. És itt, hogy ezt megtanuljuk, egyszerűen az ember könnyedebb. És az meg azt tudom hasonlítani, hogy olyan könnyű vagy, és jó az élet. És hogy ránézel itt emberekre, tényleg ebben a közösségben, hogy jó, hogy egyre több mosolygós arc van. Tehát ez annyira motiválja az embert, hogy te jó ég, hát így kéne működni, nem? Nem letaposni egymást, hanem emelni. Gyertek, legyünk együtt, fogjuk meg egymás kezét. Ez az élet. És azt javaslom neked, hogy ne halogasd, éld át velünk ezt, tegyél, és te sem fogod megbánni. Amint hallottad, az első havi tandíjmost akciósan mindössze 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint, és ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget. Ha megtetted, próbál ki 3 hónapra a tudást, a 3 hónap most csak 44.700 forint. Én azt gondolom, hogy ezt ma egy bevásárnyi okosárnyi dologgal, felesleges dologgal elszórjuk szinte, mert mondhatni úgy, hogy meggondolatlanul sokszor. És azt mondom, hogy ez kell az embereknek, és kívánom, hogy jó döntést hozzál, gyere közénk. És ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket. Keress egy számodra szimpatikus szervezőt, vezetőt, aki tud abban segíteni, hogy hogyan tud elkezdeni a tanulást, képzésedet, várunk közénk szeretettel. És még egyszer hálásan köszönjük, hogy mesterünknek, hogy a szeminárium házigazdái lehettünk, nektek pedig megköszönjük az együttműködéseteket és a felénk áradó szeretetet. Köszönjük szépen! Sziasztok!